Beszéltünk Mucska Nikolett, vett Lina. Második helyezettünk pedig Emisiri Szandra, azaz Sasza. Ez is valahol jössz, Sasza. Jó, akkor nézzük. Az első helyezettünk pedig Arany Tíme, azaz Márszem Ule. Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok ezt a kis műsorunkat, és találkozunk legközelebb. Jöjjön a további eredményhirdetés. Sziasztok! Díjazottai az első három helyezett, illetve egy zsűri által megállapított különdíj, és egy közönségdíj, amit ti állapítottatok meg, mégpedig hatalmas nagy számmal, tehát az érvényes szavazólapok nagyjából 100 darab érkezett be, és annak, hogy a 70%-a a közönségdíj nyertesére érkezett. Ez hatalmas szám, ilyen még nem volt, hogy ennyire egyetértettetek volna. Úgyhogy a közönség díjban részesül az Eclipse Studio. Tapsot kérnénk. Az Eclipse Studio-tól valakit, egy képviselőt kérnénk szépen. Ezt a zsűri állapítja meg közös megegyezéssel, ez általában nem túl könnyű. Most se volt az. Különböző vitatkozások alakulnak ki. Ő pedig Mystic. Tapsot kérünk. A More Than Friends című videójával. És szinte biztos vagyok benne, hogy szegényként nincs. Ugye sokan vagyunk egyetemisták, szegényként meg ZH időszaka van. Úgyhogy szurkoljatok neki. Harmadik helyezettünk, Sarlós Lívia, The Last című videójával. Hatalmas tapsot kérünk. Második helyezettünk, Ellie Seyris, The Red That Is című videójával. Hatalmas tapsot kérünk, ugyanis itt van. Köszönjük szépen a nevezést. Egyébként az egész éves versenyünknek egy hatalmas esélyese, hogy nyerjen, mert iszonyatosan hajt, és nagyon küzd, és nagyon fejlődik.
versenyről versenyre, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá. Az első helyezettünk, őnek is sajnos már el kellett mennie, de a hatalmas tapsot megérdemli, ugyanis nagyon-nagyon szép videót vágott. Ő pedig Assani a Failure című videójával. És most pedig hatalmas tapsot kérünk neki azért. Oké. Sziasztok! Akkor most gyorsan kihozzuk a betélkedős játékoknak a nyereményeit. Viszont elsősorban gyors közérdekű közlemény. Pap Dóra keresi a rajzát. Ismétlen, Pap Dóra keresi a rajzát. Aki esetleg találkozott vele, az az infopultban legyen kedves leadni. És akkor mi később ki tudjuk postázni Dórinak. Tehát akkor kezdjük először a fanfiction versennyel. A zsűri kedvence a Toldi szerelmének estéje című alkotás lett. Katona Dóra, Varga... Varga Ilka és Pusztai Renáta. Aliszter nem tud olvasni, mert nagyon elfáradt. Igen, nem, tehát kézírást egyébként se. Tehát Katona Dóra, Varga Ilka és Pusztai Renáta. Van trófea is, úgyhogy gyertek. Jönnek? Van mozgás, nem tudom, hogy ezek ők-e, vagy csak jönnek előre. Integessetek, ha ti vagytok azok. Nem ők azok. Senki többet? Senki nem érzi magát? Jó. Akkor a közönség díjas, az pedig... az ott milyen betű? Nagyon fáradt, Ecsedi Sándor. Ecsedi Sándor! Ha valaki hallja a nevét, integessen. Jó. Igen. Nyertesei következnek. Nagy Tünde, Ciráki Balázs, Szarvas Barbara és Lackó Zita. És hogy egy kicsit ilyen retrospektív előre utaljak, a Nyufi Küne és Rubicsán küldetése miatt Ciráki Balázs és Nagy Tünde szint kap még egy díjat, de azért nem kell majd még egyszer följönniük. És akkor a Rubicsan és Nyufikan küldetésének harmadik helyezettje Bársony Márk lett, a második Ciráki Balázs, az első pedig Nagy Tünde. Hatalmas taps! És akkor tegnapról még maradt néhány kiosztatlan díjunk. Az evőpálcika használó verseny... Tehát az evőpálcika használó verseny győztese Bálint Diana Szintia. Nem? Jó, hát akkor majd legközelebb... Visszatérve vasárnapra, a Ghetto Cosplay verseny nyertese Bazsik. Bazsik Zsuzsanna, Köves Vivien, Tóth Tamás Dávid. Bazsik Zsuzsanna, Köves Vivien és Tóth Tamás Dávid. Nem látok senkit rohanni és integetni. Jó, rendben van. És akkor a... még a 2014 karácsonyáról a fanfic verseny nyertesét, Kocsis Ferencet szeretném kihívni, hogyha itt van. Hát köszönjük szépen. Akkor találkozunk karácsonykor. Sziasztok!
Sziasztok! A DDR vagy a táncpad eredményhirdetése következik. A két versenyünk volt egy középhaladó és egy profi. A középhaladó versenyt nyerte Born Kitty. Nagy tapsot neki! Illetve a haladó versenyünket nyerte Tóth Róbert. Neki még nagyobb tapsot kívánunk. Gratulálunk, nagyon ügyes voltál! Hát sziasztok, a cosplay verseny elményhirdetése következik. Illetve majd utána a közösségben a tombola. Lassan nem kérünk el az asztalon. Jó, akkor ahogyan tegnap, mielőtt belevágunk a cosplay eredményhirdetésbe, egy picikét átadom a szót a cosplay klubok egyikének. Sziasztok! Megtartanánk a Cosplayers of Ice and Fire csapatának mai napi sorsolását, úgyhogy akik kitöltötték a kvízünket, azok remélem, hogy itt vannak. De hogyha mégsem, akkor majd megadott e-mail címen felveszik a nyertessel a kapcsolatot. A mai nyertes pedig 32-es Sundi Anett. Egyébként ilyen kis csomagjaink vannak, úgyhogy ha legközelebb valaki szeretne játszani, akkor csak bátran. Jó, akkor nincs itt a nyertesünk, akkor bele is vágunk. Ráesek a technikusunkra, hogy... Klik. Meg még ne csinálj semmit, ne! Most csak kérdezem, hogy itt vagy-e? Itt vagy, nagyon jó. Szóval, a mai versenyünk előadásokat pontozott a zsűri. Illetve ti is kiválasztottátok a kedvenc előadásotokat. Különböző díjaink vannak, 3 zsűri díj, illetve 1 közönségdíj, és a zsűri díjak közül kezdjük a legjobb koreográfiával. Szerintem ezt nem nagyon kell elmagyarázni, hogy ez mit is jelent. Szokásos 3 jelöltünk lesz és 1 nyertesünk, és a jelöltek közül az első a Mi vagyunk a Manahit. Második jelöltünk a Single Villains. Harmadik jelöltünk pedig Jinx. És a legjobb koreográfia nyertese a Single Villains lett. Nem tudom, hogy itt van nekem még. Most még sötétebb van, mint tegnap egyébként. Igen, azt mondják, hogy itt is van Joker, tehát igazából mi be is vettük volna, ha nem mondod. Most már később felállni. Jó, akkor addig vérre tesszük. Folytatjuk a legjobb előadással. Ez igazából ebben minden van egy picikét, tehát ruháktól ötletekig át minden. Ezzel megtaláljuk a megfelelő csomagot. Igen. Jó. Igen, de a tortát is ők kapják majd, vagy ő, attól függ, hogy egyéni vagy csoport. Legjobb előadás kategóriában a 3 jelöltünk, az első a Heroes. Második jelöltünk a Dragon Sickness. És a harmadik jelöltünk a Party Instagramnál. És a legjobb előadás díjnak a nyertese a Party Instagramon. Már csak ketten,
már csak ennyien élték túl, és a darabjaikat itt hagyták a színpadon egyébként. Tehát még minden itt van. Aki szeretne egy darabot hazavinni belőlük, harmadik zsűri által kiosztott díj a legjobb humoros előadás. Ezt ugye szintén nem kell szerintem nagyon magyarázni, itt a humoré volt a főszerep. Első jelöltünk Let It Go, dalban mondom el. Második jelöltünk Naruto Classipuden. És a harmadik jelöltünk a Dingalinga Wedding Party. És a legjobb humoros előadás díj nyertese, Let It Go, dalom, mondom el. Valaki szaladt hátul, egy csíkot láttam elszáguldani. Igen, igen. Nem vállalta be, hogy még egy mondatot előadjon belőle. Egy nagy tapsot kérnék szépen, mint a legjobb humoros előadás, ugye nyertese. És hát ugye maradt az a díj, amit ti osztottatok ki, tehát a közönség kedvence. És ehhez egy mondatot fűznék, nagyon szépen köszönjük annak a 10 embernek, aki királyra, a kislányomra szavazott, ő volt Elza. Nem, de szívesen vették a szavazatokat, egyébként nullás sorszámmal indult, vagy x-szor. Igen, ő volt a bónusz. De csak azért, mert a megnyitón megígérte, hogy már pedig lesz ez a táncos előadási muszáj volt. Mert megígérte. A megnyitón elhangzott. Na, közönség kedvence, első jelölt, Naruto Classipuden. Let It Go dalban mondom el. Party Instagramnál. Szerintetek, ki szerintetek a ti választottatok? A ti által választott legjobb előadás a Naruto Classicod. De ha valamelyikük itt van, akkor várjuk ide a színpadra, vagy az eredményhirdetés és után is megkapják a csomagokat. Van itt cosplayes tomboránk, akik ugye szavaztatok. Igen, szavazólapok vannak benne, és a szavazók közül húzunk ki egy valakit, aki ajándékcsomagot kap. Sallai Brigitta. 08-6-99. És ha itt vagy, köszönjük, hogy szépen írtál. Sallai Brigitta.
08699. Valaki? Jó, hát akkor következő. Húha! Hevesi Dániel. 09218. Az a fényjelzés nekünk szólt. Azt mondja, nem. De tudod, ha kettőt villantasz, igen, ha egyet nem. Köszönjük szépen. Ne csináljátok, mert itt fogunk állni esti. Ágostai Katalin, 18868. Menj már, kérlek. Az a baj, hogy ezt tényleg csak annak adhatjuk át, aki megmutatja a karszalagján a számot. Sajnos ezt a szabályt kaptuk, úgyhogy ezt így muszáj betartani. Most húzzált el nekem ez nem megy. Horváth Itta, 90157. Na? Ha a következő sem lesz itt, akkor valakit kérjük, hogy húzzon. Lovas Ágnes, 07811. A mi volt a basszus egyébként csak ő? Akkor valaki jöjjön és húzzon, mert valaki olyan, aki olyat húz ki. Ne nézze be! Larionov Andrej. Kék 57.
Fábrut pedig valaki. Majd ne szaladjál, mert te húzod a következő. Nagyon jó, köszönjük. Várj. Húzzá! Köszönöm. Sárga 95. Mert én mondtam, látjátok, mondtam. Ezek valami... Az egyik egy csat, a másik meg valamilyen... Telefondíz. Valami kütyük. Jó, stimmel. Ne menjen. Húzol. Húz nekünk egyet. A 95-95-öt húzott, kéket. Az utána nem állva jó. Kék 95. Téged már ismerlek. Hát ezt stimmel. Vagy ne menjen. Az ott mi? Nem tudom. Valami ebben van, az biztos. Ha valaki megnyeri és kibontja, majd úgy közönjön. Ájegszem Magyarország, gondolom, hogy poszter. Majd aki megnyeri, kinyitja és megmutatja, hogy mi van. Sárga 21. Sárga 21. Sárga 21. Senki nem akarja bevállalni. Nem akarja a sárga 21 ezt a... amiben valószínűleg poszter van. Hát jó. Jó, akkor... Te lejöri kókusz. Kék 60. Kék? Egy nyögést hallotta volna lentre. Jurikó szerencsésen mindig ugyanazt az embert húzom. Mert én csak egyszer húztam. És lemaradtam a tombola húzásról, ezért ma pótolom. Szerintem ez nem igaz. De egyébként tök sok jöjjet van, szóval megérdemli. Így van. Jó. Meg fogjuk tudni, mi van benne, és ez az utolsó fő nyeremény ajándék. Szerintem válasz, ki szeretné kihúzni a fődíjat? Aki először. Fel kell vegye, főleg a fiú. Kék 18. Valaki nagyon... Nem mi húztuk, jó? Nem mi húztuk. Akkor próbáld fel, jó? És stimmel. Ez a fődíj. Hát, köszönjük szépen, nem tudom, nem vár már senki más ott lent, úgy látom. Akkor ennyi volt. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok meg. 15-ös őszi mondókon nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és reméljük, nagyon jól éreztétek magatokat. Várjuk benneteket a következő rendezvényen, illetve a cosplay.hu Martin November 21-én. Köszönjük, hogy eljöttetek, sziasztok!